Nos, üdvözlök mindenkit ebben a videóban, egy kicsit az UEFA-s BL-szokról fogok beszélni. Különben ezt a videót már régóta terveztem, csak valahogy vagy elfeledkeztem róla, vagy nem volt rá idő, azt az véget megint elfeledkeztem róla, de most azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy megcsináljam. Tehát ugye pontosabban arról volna szó, hogy UEFA-s BIOS esetén hogy is kell CD-ről bootolni. Ugyanis még mindig notebookokba, illetve asztali gépekbe is még divat az, hogy tesznek bele CD-s meghajtót. És bár a Windows 10 az már USB-ken érkezik, tehát ottan, ha már megvesszük a Windows 10-es dobozt, ott már USB-s telepítőnk van, de Windows 8, illetve 7-et még mindig sokan használnak. És azok, ha jól tudom, a 8-as is még mindig megjelent DVD-n. Tehát hogyan is tudjuk azt végül is bebútolni. Ugye UEFA-nek a sajátossága, hogy CD-ről nem nagyon szeret bútolni, ezt meg is mutatom, tehát itt van egy 8-as DVD. Most égetett mindegy, originális ugyanígy viselkedne, pedig ugye van benne support, UEFA support, berestartoljuk a gépet. Ez ugye most le volt pauzázva, tehát le volt állítva a BIOS. Újra elindítsuk. Hát mivel nincs restart gomba, azért ilyen furcsa hangokat ad ki, mert lényegében hideg beállítást csináltam neki. Ugye a CD már benne van, de így is Windows 10-et indítom, föl van telepítve. Na most ezt hogy lehet megoldani? Ugye adunk neki egy újabb restartot. Nekem Lenovo-s gépem van, itt F12-vel be tudok lépni a BIOS menüjébe. Ugye egy Enter Setup, nekem ilyen szót kér, már beállítottam. Fő a biztonság. Az is egy nagy tévedés, hogy ugye az UEFA-s BIOS grafikus felületet kap, nem. Bár ebben reklámoztak eredetileg az UEFA-s BIOS-okat grafikus felülettel, főleg az Asus nagyon nyomatta, de a valóság az, hogy notebookokban is, illetve asztali gépeknek az alaplapjaiban is ez még elterjedtebb ez a verzió, tehát ez a régebbi setup. A drágább alaplapokban, amik jellemzően inkább gamer alaplapok, azokban már tényleg UEFA-s BIOS van, és sokkal több funkcióval. UEFA-s van ebbe is, ugye, hanem grafikus BIOS van, sokkal több funkcióval. Ott lényegében csak az a különbség, ugye, hogy már regélrel is tudunk állítgatni, nem csak a billentyűzetet használva. Meg hát jobban néz ki ugye ennél, de mint mondtam, notebookok esetében is, illetve a olcsóbb alaplapok esetében is ez még elterjedtebb, ez a BIOS verzió. Mint mondtam, nekem Lenovo-s gépen van, tehát ez annyit jelent, hogy amit itt meg fogok mutatni, az minden UEFA-s BIOS-ba benne van. Tehát ez a UEFA-nek az a lényeg, hogy támogassa a Windows 8, 8.1, illetve 10-es Windows-nak a fastboot, a gyors indítási funkcióit, azaz a fastboot, ugye a secure boot. Ez minden ilyen BIOS-ba megtalálható, kikapcsolható, állítható, ugyanúgy, amit fogok mutatni, legacy módot, ez is minden BIOS-ba benne van.
ami UF is, csak annyi különbséggel, hogy más helyen, tehát egy HP és gépen nagy valószínűséggel más, hogy máshol fogom megtalálni, mint egy Lenovon, vagy például egy Asuson máshol fogom megtalálni, az a lényeg, hogy valahol biztos, hogy benne van, tehát ahol én nekem ez elérhető, az a startup. Itt nekem van ilyen a CMS, tehát Compatibility Support modul. És itt annyit kell csinálnom, ha CD-ről, illetve DVD-ről akarok bootolni, hogy ezt itt a Compatibility Support modult én engedélyezem. Mint mondtam, ez lehet, hogy HP-s gépeknél nem is lesz, nem is kell engedélyezni, hanem egyenest a legacy módot kell csak beállítani. Ez alapból auton szok lenni. Tehát alapból mink ezt így kapjuk, hogyha engedélyeztük, illetve hogyha nincs, akkor ugye alapból ez a boot mód vagy auton van, vagy UEFI only. És amire nekem rá kell tenni, az legacy only. Ez a legacy, ez a hagyományos bootolás, tehát a régi XP-s korszakból emlékezünk a BIOS-okra, ugye ez az a mód. Ebben az esetben, ha mink Linuxot akarunk telepíteni, akkor annyit kell még csinálnunk, hogy a quick bootot, vagy fast boot, attól függ milyen BIOS, valamelyik quick bootnak nevezi, valamelyik fast bootnak nevezi, ezt tiltanunk kell. Ha Windows 7-et, Windows 8-et, 8.1-et, vagy 10-et akarunk telepíteni, akkor természetesen ezt engedélyezhessük, de Linux esetében tiltani kell. Linux esetében továbbá érdemes tiltani. Mindjárt megkeresem. Előbb még megtaláltam, most még ma nem találom, marha jó. Aha, security. Nem. Na, mindjárt megkeresem. Na, nehezen megtaláltam, tehát ezt secure boot. Ugye ezért nekem alapból is Windows 10 esetén is le van állítva. Ennek ugye ez a lényege, ez főleg a régebbi Linuxoknál volt probléma, ha jól tudom, most már megoldottak, hogy például Windows 10-nek, 8-nak, 8.1-nek, illetve Windows 7 is támogassa UEFI-s BIOS-t. Őnekik van egy bizonyos kóduk, amivel tudja magukat azonosítani a BIOS számára. Ez a Windows-nál Microsoft által előírt protokoll, ugyanúgy, mint ahogy a fastboot is a Microsoft által előírt protokoll. És ugye ez a régebbi Linuxoknál még nem volt támogatva, mivel az nem fizetős, hanem ingyenes szoftver, tehát egész egyszerűen nem volt benne ez a kód, így UEFI-s BIOS-oknál nem is tudott elindulni. Úgyhogy érdemes, hogyha esetleg valaki nem tudja, hogy most pontosan milyen verziós Linuxot akar használni, akkor ezt kikapcsolni. Így ebben az esetben ő nem fogja kérni ezt az azonosító kódot, és akármilyen Linuxot el lehet indítani. Nos, tehát itt, mint mondtam, ugye céljem az engedélyezni, auto helyett legacy, nyomunk egy F10-et, hogy elmentse a konfigurációkat, és ha minden igaz, most már be fogja olvasni a CD-nket. Csak ebben az esetben általában azt szok kapcsolni VGA-s kimenetre, ami nekem most a másik, a kisebbik monitorom van. De mint lássuk, már indul is a Windows 8.
Hát jó, annyira van valóban CD-ről egy kicsit alatt át a bótolás, mint például USB-ről. Ezért egy kicsit örülök, hogy adtaltak erre a megoldásra. Tessék, ott van a loading wall. És el is indult a telepítő. Abban az esetben, hogyha feltelepítettük azt a rendszert, amit szerettünk volna, ugye, mint mondtam, Windows 7 is támogassa az OFS megoldásokat, tehát ott is nyugodtan telepíthetünk. Windows 8, 8.1 szintén, ugye 10-es, de az már inkább USB-ről telepítődik. Abban az esetben ezt a legacy módot egész egyszerűen visszakapcsoljuk UEFI módra. Windows 8, illetve 10 esetében nyugodtan a fastbootot, illetve a quickbootot is visszakapcsoljuk, és egész egyszerűen fut tovább a rendszer UEFI módban. Annyi különbséggel, hogy ugye ha már a Windows 10 mellé szeretnénk valamit telepíteni, a Windows 10 már létrehoz egy UEFI-s partíciót, és lényegében nekünk azt majd ki kell jelölni, hogy a Windows 8, illetve 7 ne használja a saját partícióit, hanem azt a partíciót használja, mint bootolásnak. Ugyanígy, hogyha netantan UEFI-s alaplapra szeretnénk Linuxot telepíteni, akkor a telepítő soron be kell mennünk a Linuxos partíciókezelőbe, és ott létre kell hoznunk, most nem tudom pontosan, azt hiszem 130 megas, vagy 150 megas, mindegy, valahogy így van, egy 150 megas partíciót, ami UEFI partíció lesz. Tehát ott, ahol ki tudjuk választani, hogy ez milyen partíció, ugye vannak ott a swap partíció, lehet az gyökér partíció, home partíció, és ott már az újabb Linux operációs rendszereknél van olyan, hogy UEFI partíció, ezt mindenképpen meg kell adnunk, és akkor nyugodtan Linuxot is telepítünk UEFI-s BIOS-ra, és visszatehessük a legacy módot UEFI módra. Abban az esetben, ha öregebb Linuxot telepítünk, ami már még nem támogassa ugye az UEFI módot, abban az esetben természetesen nem kapcsolhassuk vissza a BIOS-t UEFI módra, legacy-ról. Pontosan azért nem, mert ugye akkor az úgy már nem fog működni. De mint mondtam, azt hiszem 16.04-es Ubuntu például már támogassa simán az UEFI módot, tehát nem lehet ott probléma. Ugyanúgy abban az esetben, ha Windows 10 mellé szeretnénk Linuxot telepíteni, ott is ugye meg lehet adni neki, hogy melyik partíciót használja a boot partíciónak, és ott is lényegében a Windowsos UEFI partíciót megadhassuk már neki, mivel az már ugye létre van hozva. Két UEFI partíciót nem nagyon érdemes létrehozni, mivel valószínűleg ottan konfliktus lesz. Tehát Linux esetében is, hogyha Windows 10 mellé szeretnénk telepíteni, akkor a Windows 10-nek már ott van az UEFI-s partíciója, csak ki kell jelölni, hogy onnan bootoljon. Ugye abban az esetben, amikor már visszakapcsoljuk a legacy módot UEFI módra, ja, meg tényleg azt elfelejtettem, hogy a legtöbb alaplap legacy módban sípolni fog, pittyogni, méghozzá az véget, mert ő neki az nem egy kényelmes funkció, tehát a Windows 10-nek, most már ugye általában a Windows 10-zel jönnek ezek a gépek, Windows 10-nek ez nem egy kényelmes funkció, és mivel ők ugye főleg a Microsoftra, nem pedig a Linuxra gyártanak alaplapokat, meg hardvereket, ezért ottant figyelmeztet, hogy a legacy mód az ő neki nem egy kényelmes mód, és abban az esetben, hogyha netantan olyan Linuxot telepítünk a Windows 10-ünk mellé, ami nem támogassa az UEFI módot, és nem tudjuk visszakapcsolni, valószínűleg ugye elvesztjük ezt a quick boot funkciót, tehát lényegesen lassabban fog bebootolni a rendszer, pontosabban a Windows 10, mint ezelőtt. De mellesleg, ha Linuxot telepítünk, én a quick boot funkciót amúgy se ajánlom, mert az megint csak a Linuxnak egy nem túl kellemes lehetőség. Érdemes kipróbálni, hogy netantan felé aludj, mert akkor Windows 10-nek ugyanúgy megmarad a gyors bootolása, de okozhat problémát abban az esetben, én javaslom kikapcsolni, és simán működni fog mind a két rendszer, csak esetleg a Windows 10, mondom, kicsit lassabb lesz. Illetve mindenképpen ajánlom ezt a UEFI-s telepítést és a legacy módot, amint főtelepítettük a Linuxunkat, legacy módot vissza UEFI módba. Az kényelmesebb ezeknek a BIOSoknak.
Most tulajdonképpen erről lett volna szó, hogy hogyan is bootoljunk CD-ről UEFI-s alaplapokon, illetve, mint mondtam, egy kicsit kiigazítottam, mert nem tudom honnan terjedt el ez a tévhit, valószínű az véget, mert a Asus propagolta azt, hogy nekik az UEFI-s BIOS-ok már grafikus felülettel fognak érkezni, de nem, mert az Asusos notebookon is még eddig mindig ezt a hagyományos BIOS-t láttuk, vagyis láttam én, szóval én úgy érzem, hogy ez tényleg csak a drágább alaplapokra teszik rá ezt a feature-t, hogy grafikus felülettel tudjunk működni. Most azt hiszem mindent erről a témáról így elmondtam. Köszönöm a figyelmet!